Itt egy kicsit megszakítom a zenét, illetve a folyamatos lejátszását a PPT-nek. Miért? Mert egy kis magyarázattal tartozom, hogy megértsétek. Ez talán az egyik legfontosabb alapja a Z3-as eszközkezelésének, ablakkezelésének. Első körben megnyitsz egy programot, ő az első megnyitott program. Ez elfoglalja a beállított terület egészét. Tételezzük fel, függőleges osztásunk van, elfoglalja az egész képernyőt. Megnyitod az új megnyitott programot, ami azt fogja tenni, hogy kétfele ossza a képernyőt, most osztott képernyőről beszélünk, kétfele fogja osztani. Lesz egy első megnyitott programod, illetve egy új megnyitott programod. Majd utána, amikor ez az új megnyitott program ablak aktív, mert azt tudod tovább osztani, megnyitsz egy más megnyitott programot, akkor már a képernyődön három darab program lesz, első megnyitott program, új megnyitott program, és más megnyitott program. Azaz három programod lesz. Ha ennek az új megnyitott programnak a blokját, a fa struktúráját, ezt az ágát a fának átállítod úgy, hogy füles legyen, tabbed, beállítás legyen, akkor kettő darab fület fogsz kapni az új megnyitott program és más megnyitott program füllel, és mellette ott lesz az első megnyitott program nevű rész. Azaz, erre nagyon figyeljetek, két különálló blokkot fogsz kapni, majd utána odamész az új megnyitott programra, rákattintasz, mivel ez fülecskés, akkor odamész a fülre, rákattintasz, és egyéb megnyitott programot elindítasz. Már lesz egy, kettő, három, négy darab nyitott programod. Az egyik ág egy különálló fa ága, ő az első megnyitott program, az új megnyitott program elindított egy széttágazást, amiben több széttágazás van, jelesen három, egy, kettő, három darab ága van. Ha ő átállítod a akármilyen egyéb beállításra, mondjuk most már nem fülecskés, hanem a halmozottra, akkor őt nem érinti, de őt érinteni fogja. Ha pedig azt teszed, hogy az első megnyitott programra rákattintasz, és azt állítod át mondjuk fülecskésre, akkor ő is fülecskés lesz. Megteheted azt, most alapásertben vagyunk, 3-4 darab nyitott kis panelkénk van, mivel hogy első körbe osztott beállításunk van, a más megnyitott programra rákattintasz, átállítod fülecskésre, és megnyitsz egy még egy programot, akkor az egyéb, az új és az első megmarad az osztott beállítással, és bizony a más megnyitott program, meg az újabb megnyitott program a kis képernyő részecskéjébe fülecskés megoldással fog élni, tehát úgy fog kinézni. Majd én ezt be is fogom mutatni, de meg kell érteni azt, hogy mindig a szülő beállítása változtathatja meg, vagy a saját ablak beállításának a megváltoztatása változtathatja meg az adott programot. Azaz, hogyha az egyéb megnyitott programra rákattintasz, és átállítod az ő tulajdonságát mondjuk fülecskésre, akkor az életben semmi nem történik az első megnyitott, az új megnyitott, meg ma más megnyitott programmal. De hogyha te az új megnyitott programra rákattintasz, és azt mondod, hogy hát bizony ez legyen fülecskés, akkor a fülek között ő lesz, mivel hogy az új megnyitott programba ő is bele fog tartozni. De hogyha esetleg az új megnyitott programon változtatsz, az az első megnyitott program, meg arra az ablakra épülő, esetleg al ágakra nem lesz hatással ennek a megváltoztatása. Azaz mindig tudjuk, hogy melyik ághoz mi tartozik. Ez nem annyira bonyolult, hiszen 3-4-5 nyitott ablakon kívül nem nagyon fogunk mi semmi egyebet tenni, esetleg füles vagy egymásra halmozott megoldásba, bizony ott kényelmes, hiszen ott igazából a fülek szerint fogunk válogatni,
Na hát folytatjuk is a PPT-t, mindenki olvassa át, amit leírtam, és utána a gyakorlatra fogunk visszatérni. Sziasztok! A mai nap az I3 ablak beállításaival fogunk foglalkozni, ahogy az előbb is olvashattátok. Ez egy ilyen laza, fastruktúrás megoldás. Azért mondom, hogy laza, mert gyakorlatilag, hogyha konkrétan fastruktúra lenne, akkor nem tudnánk mozgatni ilyen szépen az ablakokat különböző ágak között. Itt nagyon kényelmesen ide-oda tudjuk piszkálgatni, mozgatni az ablakokat. Azt is kell tudni, hogy bár igencsak szűknek fog tűnni, hogy jaj, Szent Isten, itt csak ennyi van, igen, itt csak ennyi megoldás van, de ezt ki tudod egészíteni különböző scriptekkel, pluginokkal, illetve hogyha normálisan megtanulod, hogy mi, mit, hogyan kezel itt, akkor az alapbeállításokkal is, alap lehetőségekkel is nagyon szépen össze tudod hozni azt az ablakbeállítást, ami számodra érdekes. Nagyon sok olyan ablakkezelő van, például az X-Monad, amiben lényegesen több és jobban variálható, több lehetőséget adó, inkább így mondom, ablakbeállítások vannak. Itt szűkek a beállítási lehetőségek, itt szűkek a lehetőségek, de elégségesek, és ennek a szűkebb lehetőségi körnek megvan egy iszonyatosan nagy előnye, pofon egyszerű. Tehát itt nem kell különböző egyéb dolgokat beimportálni, vagy esetleg újrafordítani a rendszert, mert van ilyen is, akkor azokkal variálni kell sok embernek ez a variálás, bár meg lehet tanulni, tehát egy pecselést, vagy egy beépülőt betenni, vagy egy modult beinstalálni, nem túl bonyolult, de sok ember ezzel nem szeretne foglalkozni. Nézzük is meg az alaplehetőségeket, és a szokásnak megfelelően terminálokat fogok nyitogatni első körben, hogy lássuk, hogy hogyan nyílnak meg az ablakok. Az ablakkezelésnek az egyik legnagyobb hátránya, hogy meg kell tanulni. Ez nem olyan, mint egy akármilyen, mondjuk az XFC-nél, vagy az Openbox-nál, vagy a KDE-nél, GNOME-nál, hogy van egy alapértelmezett, és az úgy fog működni, és azt mindenki úgy megszokta, hogy úgy működik. Itt neked kell minden esetben dönteni, hogy mi és hogyan legyen. Azaz, gyakorlatilag első körben át kell látni, hogy többféle ablak elhelyezésünk van, és azokat értelmesen kellene használni. Nézzünk is meg, nyitunk egy ablakot, ez egy ablak. Azt hiszem nem fog senkinek különösebb gondot okozni, hogy észrevegye az egész monitort. Na jó, itt a kereténél van egy-két pixel eltérés, meg a bárt is kihagyta a felhasználásból, de az egész monitort fel fogja használni. Logikus, nem? Megvettél nem olcsón egy monitort, annak az összes, pontosan az összes pixeljét, amit logikusan lehet,
fel kell használni, hogy te azzal tudjál dolgozni. A következő ablak megnyitása megtörtént. Ez egy lehetőség, ez az oszlopos lehetőség, amivel lehet szépen kettő panelt megnyitni, többet is, de utána felteszem a kérdést, hogy bizony, ha kettő panelt megnyitsz, akkor lefelezi a monitorodat, így még azért látható, de hogyha ehhez megnyitsz egy, még egy panelt, ami természetesen nagyon jó, mert ha nagyon jobb a monitorod, vagy kisebb betűket, vagy kisebb képeket szeretnél látni, még használható. Tehát van az oszlopos elrendezés. Vegyük észre, hogy az egész függőleges területet ő teljes mértékben kihasználta. Azaz az összes függőleges pixelt kihasználta, a területet, azért mondom, hogy a területet és nem a monitort, mert későbbiekben kiderül, hogy az ablak területe és a monitor eltérhet, szóval a területet meg három fele elosztotta. Ez gyakorlatilag kényelmes és jól használható, de hogyha már így csinálunk, hogy kinyitogatunk többet, azért nem biztos, hogy 6, 7, 8, 10, 15 oszlopot normálisan tudunk kezelni. Ezzel nincs semmi baj, természetesen a lehetőség megvan, annyit nyitsz, amennyit akarsz, 1, 2, 3 és akár 1000-et is ki tudsz nyitni. Egyszer érdemes jól nyomkodni a billentyű kombinációt, amivel megnyitsz egy programot, akármilyen programot, és megnézni, hogy milyen szépen cérnavékonyra össze tudod nyomogatni az ablakjaidat, de hát ez így igazából egy határ fölött már nem használható. Természetesen párat becsukok, hogy lássátok azt, hogy azért be is lehet csukni az ablakokat, ez is egyértelmű, és nézzük is meg a másik, ami nem függőleges, hanem vízszintes elosztású, alapelosztású dolog. Hát akkor léptessünk is oda, mert az ablak elrendezések között léptetni is lehet, majd a konfigurációban meg még hogyan léptettünk. A következő elrendezési mód a vízszintes, ugyanaz, mint a függőleges, csak nem függőleges, hanem vízszintes. Azt hiszem itt is logikusan elgondolkodhatunk azon, hogy bizony 2-3-4 vízszintes elosztás még használható, de a 15 már kevésbé használható. Oké, ismerjük meg a következő elosztási lehetőséget, én ezt halmozottnak, ez a fordítása a staketnek, ez halmozott megoldás, azt hiszem egyértelmű, aki már használt mondjuk böngészőt, hasonló elosztásokat is tudott előkeresgélni egy-két böngészőben van lehetőség erre. Ez hogyan működik? Úgy léptetsz természetesen, hogy váltogatod ablakokat, azt választod ki akár egérre, igen, természetesen itt alapesetben is van lehetőség egérhasználatra, vagy akár természetesen a föl-le nyilacskával, nekem oda van beállítva, beállíthatod, hogy váltogatni tud az ablakokat, tehát a programok között váltani tudjál. A következő megoldás szintén egy érdekes, és ez a személyes kedvencem, amikor a fülek nem függőlegesen, hanem vízszintesen egymás mellett vannak. Azt hiszem, aki használt az előbb elmondottak szerint böngészőt, annak aztán ez nem lesz különösebben érdekes, hiszen tudod váltogatni az ablakokat. Ennek az az előnye az előzőhöz képest, hogy itt akárhány ablakot megnyitsz, a függőleges magasság és természetesen a vízszintes szélesség nem fog változni, azaz gyakorlatilag a fülek kivételével és a panel kivételével az egész megvásárolt pixelösszeget ki tudod használni. Ezt azért emlegetem mindig, mert gyakorlatilag, hogyha valaki nem csak levelez vagy böngész a gépein, hanem komolyabb olyan feladatokat is ellát, ahol mondjuk egy videóvágás van, audiovágás van, vagy akármilyen olyan feladat, ahol több része van az ablaknak, mondjuk a videóvágónak azért jó, hogyha látod, hogy mit vágsz, látod a vágósávot, látsz ezt, azt, nem, azért jó, hogyha minél jobban kihasználjuk a monitort. Ez természetes dolog. Na, lényeg az, hogy ez egy nagyon kényelmes, itt elméletileg végtelen mennyiségű 10-15 ablakot is meg tudsz nyitni, hiszen felül, hát egyre keskenyebb, de ott vannak az indexfülek, és szépen tudsz váltogatni, szintén igaz az az állítás, hogy a nyílbillentyű, vagy ami ezt a hozzárendelet természetesen, vagy pedig az egér használatát is meg tudod oldani. Oké, ez nagyon szép,
Nagyon jó. De itt van egy kérdés. Jó, azt mondtad, Laci, hogy kérlek szépen szereted kihasználni az egész monitorodat, mert megvetted és kifizetted érte a pénzt. Hát akkor bizony nem mindig kell a bár, meg nem is mindig kellenének a fülek, hanem végtelenül a teljes 100%-ot ki szeretnéd használni, arra is van lehetőség. Ez a teljes képernyős, a full megoldás. Minden. Hozzáteszem, véleményem szerint minden ablakkezelőbe van ilyen lehetőség, hogy eltüntesd a kereteket, eltüntesd a dekorációt, és naturba teljesen kifusson a monitor széléig a kávály. Vegyétek észre azt is, hogy itt bizony mit tettünk. Eltüntettük a füleket. Természetesen eltüntettük a réseket, hiszen én nem az i3 alap verzióját, hanem az i3 gepset használom. Talán észrevettétek, hogy a káva és a keretek között volt három, azt hiszem háromra állítottam, pixel eltérés, meg az ablakok között is, amikor osztott ablakok voltak, nem egymásra futottak, hanem ott volt egy nagyon-nagyon keskeny kis, és azok is eltűntek. Tehát ez az a lehetőség, amivel teszem azt egy szövegszerkesztőnél, vagy egy videóvágásnál, videónézésnél például, ki tudod hozni az egész monitorra az ablakodat. Természetesen ugyanúgy megfelelő általad, itt nagyon fontos kihangsúlyozni, általad beállított, vagy alapbeállítást használsz, ha úgy tetszik, billentyű kombinációval, vagy egér kombinációval vissza tudod tenni normál előző, illetve vissza tudod tenni full, azaz teljes nézetbe az ablakodat, az adott kijelölt aktív ablakodat, hát vissza is teszem, és megnézzük a következő lehetőséget, ami egy nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon sok felhasználási módja van, csak itt is el kell fogadni azt az egyszerű tényt, hogy bizony vannak lebegő ablakok, aminek van tulajdonsága. Én az általam beállított billentyű kombinációval lebegővé tettem egy ablakot, azaz a rétegből, képzeljétek el képernyőt úgy, mint egy réteg, abba kinyitottál egy csomó ablakot, az egy réteget képez, a fa struktúrát képezi, és abból egy réteggel, egy layerrel följebb emeltél egy vagy több, ismétlem több nyitott ablakot is át tudsz alakítani lebegővé, és azt tudod használni. Hát nézzük is meg, mi az a lebegő ablak. A lebegő ablak lebeg, azaz tudod mozgatni. Ezt az ablakot nem tudod mozgatni, mert ő bent van ebbe a struktúrába, és valamilyen méretet ad, amit hát elosztottam a monitort az előbbiekbe 3-4 fele függőlegesen, vagy vízszintesen, és az bocsi, tesó, ott lehet a méreteket változtatni, de igazából mozgatni nem tudod. Nem tudod egyébként így mozgatni a lekötött, tehát a fa struktúrában lévő eszközöket. Az, hogy te tudod mozgatni, annak megvan az előnye, hogy oda teszed, ahova akarod. És ennek a megoldásnak van egy nagyon jó előnye, hátránya, dönts el mindenki. Ha zavaró, akkor hátrány, de amikor így akarod használni, előny, hogy a lebegő ablak ott marad felül. Kivetted a normál rétegből, egyel följebb tetted, GIMP-ből, meg egyéb ilyen szerkesztő programokból a layerek, a rétegek ismert dolog, kivetted, fölé került, legfölülre került. Ha itt alul a másikon indítasz egy programot, mondjuk a Rangert, akkor is láthatóan felül marad. Azaz olyankor használatos vagy érdekes ez, amikor szeretnéd, hogy ez a réteg, ez a program mindig lehessen látni. Akár átváltasz ide, ő akkor is itt marad, azaz a lebegő ablaknak megvan az a tulajdonság, hogy ott marad, ahol nem fog elmozdulni. Mindig látható. A lebegő ablaknak természetesen van egy tulajdonsága, a mérete, illetve természetesen van a tulajdonsága az elhelyezése. Igény szerint ez előre definiálhatod, tehát megmondod, hogy például a Ranger, amit az előbb elindítottunk, az legyen szíves, ha te azt elindítod akármilyen módszerrel, legyen szíves pontosan itt mondjuk megjelenni, akkor ő, ha úgy adod meg, hogy lebegő legyen, és ebben a méretben
ebben az elhelyezésben jelenje meg, akkor itt fog megjelenni. Alapesetben ez simán beállítható. Ezek az ablaktípusok vannak bent az i3-ba, ezeket lehet használni. Miért mondom, hogy lehet használni? Nyilvánvalóan az, hogy vannak ablaktípusok, az jó dolog. De azt is felismerték, hogy bizony az, hogy megosztott két-három fele függőlegesen az ablakodat, monitorodat, vagy vízszintesen, vagy lebegő, az jó-jó, szép-szép, de nem minden feladatnak fog megfelelni. Így megadták azt a lehetőséget, logikus egy fa struktúrában, te adod meg, hogy a következő ablak milyen módszerrel nyíljon meg, akkor bizony ezeket lehet variálni is. Azaz, meg tudod adni, hogy a következő ablak milyen típusú legyen. Be is csukom a lebegő ablakot, nem, visszanyomom a helyére, egyetlen egy billentyű kombinációval visszakerült a helyére, azaz visszakerült a fa struktúrába. És átváltunk egy függőlegesre, és becsukunk egyet, és becsukunk még egyet. Lehet látni, hogy kettő van jelen pillanatban nyitva, azaz aktív, avval tudsz valamit csinálni. Logikus, abba tudsz beleírni, ami aktív, és itt a magyar álcsön szép zöld keretet kap. Na, lényeg az, hogy olyanra állítod, amiért akarod, de egy zöld az aktív keret, aktív eszköz, és szeretnéd azt, hogy bizony ez most legyen a következő megnyíló ablak, nem a megszokott az előbb látható függőleges, vagy vízszintes, vagy akármilyen, mind amilyen az előző volt, legyen más. Hozzárendelt billentyű kombinációkkal bizony megadhatod, hogy vízszintesen vagy függőlegesen ossza meg a következőt, illetve megadhatod, hogy milyen tulajdonsága legyen, mert tabed, tehát fülecskéssel is beállíthatod. Én hozzátettem egy ilyen kis kiírogatást, hogy hát alá rakja, tehát ide fogja rakni a következő ablakocskát, hogy tudjam, hogy miről van szó, megnyitunk még egy panelt, és lehet látni, hogy bizony nem az előbb látható függőleges megoldást tette ő meg, hanem egyszerűen kettőosztotta az ablakot az általam megadott lehetőségekkel. Hát természetesen a következő ablak, tehát az aktív ablaknak az osztási módszere folyamatosan változtatható. Nézzük is meg, hogy oldalra rakja, tehát horizontálisan váltja, azaz lenyomod a gombot, látható. Először volt függőleges, utána úgy döntöttünk, hogy ezt az ablakot, ezt a nagy ablakot vízszintesen is megosztjuk, tehát itt is legyen, meg itt is legyen, majd utána azt mondjuk, hogy oké, egy-kettő kis ablakocska lehet, azaz nagyon kényelmes, van egy nagyobb ablakunk, van egy közepes ablakunk, meg két kicsi, tehát ebbe négy darab programot tudunk előkeresgélni. Természetesen előfordulhat az, hogy itt igazándiból szeretnénk másfajta beosztásokat is hozzárendelni, léptessünk is tovább, lehet látni, hogy ahogy te körbe lépteted a beállításokat, akkor az aktív ablakhoz tartozó fa struktúra, és ami alatta van, annak a beállítása változik. Láttátok, én léptettem körbe az előbb, amikor az egész ablakot behálózta az a 3-4 ablak, akkor ott változott, mert egy fa alá tartoztak. Tehát egy fa struktúrába tartoztak, de itt már egy ablakot osztottunk meg, egy kicsi ablakot, egy negyed monitori ablakot osztotta meg két fele az általam elgondolt akármilyen megoldása, akármilyen, mert én határozom meg, az utána, hogyha abba van az aktív kijelölés, tehát zöld a kerete, vagy zöld a fülecskéje, akkor természetesen arra vonatkozik a körbejárás. Arra vonatkozik a váltása annak, hogy hogyan nézzen ki. Tehát nagyon-nagyon szépen tudjuk, lehetett látni, hogy itt kettő darab konténerünk van, az egyik konténer egy teljes, a felső felül volt, a másik konténer pedig két fél mennyiségű, lehet látni, hogy egy nagy és kettő kicsi került bele a konténerbe. Azért, mert az előzőhöz képest egy szinttel feljebb a szülő az elágasztatott
ablakból indítottam el, hogy váltsa az ablaknak a minőségét, típusát, azaz itt össze-vissza lehet variálni. Azt is lehet látni, hogy mivel őt megosztottuk az egész képernyőt kétfele, a fél képernyőt megint kétfele, és annak a negyedének a megosztása is megtörtént, és azzal a fa struktúrában a megfelelő szülő-gyermek megoldással variáltunk, az nem érintette őt. Miért nem érintette őt? Mert ő egy másik ágat, egy felettes részt mutat, és az alatta lévő elágasztatott kis ablakocskák bizony annak a tulajdonságát nem változtatják meg. Azaz, hogyha ezt átlátod, hogy szülő, kétfele oszt. Szülő lesz az egyik, szülő kettő lesz a másik, utána ha szülő kettőt megosztott két gyermekablakra, akkor azzal az ággal külön, és a szülő egy, ha továbbosztott, szülő egy ággal külön tudsz dolgozni. Azaz össze tudsz rakni olyan megoldásokat, olyan ablak elrendezéseket, ami számodra kényelmes, elgondolod, hogy hogyan szeretnéd. Legyen egy nagy ablak, legyen két fülecskés rész, az egyik fülecskés rész legyen egy full extrás nagy, amiben egy konténer van, egy darab. Valami van, és utána legyen itt kettő darab, amit tudsz váltogatni. Azaz gyakorlatilag itt aztán úgy állogatod a dolgokat, ahogy számodra jó, ahogy számodra kényelmes, és ezt is meg tudod osztani természetesen, hogyha éppen olyanod van, azaz itt lesz olyan konténer, olyan szülő ágad, ahol az egyikben lesz egy fülecskés, kettő természetesen, a másikban meg lesz egy váltással két függőleges oszlop. Hogy most ezt hogyan osztod tovább, az a te dolgod, azaz lehet látni, nagyon szépen fogunk itt ablakokat, ablak kereteket, részeket, programokat összerakosgatni. Ami nagyon fontos, bármelyik konténerből kijelölsz egy ablakot, abból F-fel, Windows F-fel az én beállításom szerint tudunk teljeset csinálni, Windows F-fel vissza tudjuk váltani, visszapasszírozzuk, ahova akarjuk. A megfelelő, mindig azt mondom, hogy megfelelő, bár sok esetben a saját billentyű kombinációmat is mondom, de lényeg az, hogy a megfelelő beállítás szerinti eszközzel, egérgombbal, billentyű kombinációval mind a kettőt lehet variálni, még lebegővé is tudod tenni az adott ablakot, azzal tudsz mozgatni, oda teszed, átteszed a másik monitorra, méretezheted, és utána visszapasszírozhatod oda, ahova akarod, visszateheted, kiemelheted, teljes képernyővé, kiemelheted lebegővé, és hát természetesen itt menet közben is tudsz váltogatni a beállítási lehetőségeken, mert ha az előbbi beállítás szerint azt mondod, hogy jó, a francba, én itt függőlegeset hoztam létre, mert azt a billentyű parancsot adtam, hogy a következő ablak függőleges osztatú legyen, jaj, Szent Isten, ez így nem jó, egyetlen egy billentyű parancsal meg tudod oldani azt, hogy bizony neked mi legyen, neked az legyen, hogy olyan legyen, ahogy neked tetszik, tehát nem vagy hozzá kötve, hogy csináltál egyfaj struktúrát, és az bele van vésve a monitorodba, és soha többé, amíg ezt a munkamenetet használod, nem tudod változtatni, hanem dinamikusan tudod változtatni. Oké, nézzük is meg a beállításokat alapesetben, hiszen az általam ajánlott oldalon minden le van írva bővebben, sokkal bővebben, hiszen akár az X-monádot, akár az i3 VM-et én azért kedveltem meg iszonyatosan, mert úgy van dokumentálva, hogy azon mindenki eligazodik. Na jó, az X-monádnál nem teljesen így van, ahhoz egy kis beleérzés is kell, meg igazából egy kis programozási ismeret is, de az i3 VM-nél minden úgy le van írva, mint egy első osztályos sorvezetővel, amikor tanul az ember olvasni, vagy bármit csinálni. Láthatom, megnyitottam egy ablakot, Szent Isten, hát ez a pici lett, hát ez így nekem nem jó. Hát akkor megnyomom a megfelelő gombot, nálam a Windows F, és már nagy is lesz. Amikor már beleuntam ennek a nézegetésével, visszapasszírozom, a helyére, tehát visszakerül
a fa struktúrába, na hát ki is nagyítottuk, nézzük is meg, mi az, amit igazából, hol kell ezeket keresgélni. Én azt szoktam mondani, hogy érdemes a E3VM, bár az alapbeállítások is így vannak, valami összerakott rendszerben készíteni a konfigurációs fájt, azaz, ha billentyűparancs van, ami a ablakodat rendezi, akkor egyiket ne az elejére, a másikat a végére tett, hanem valahogy úgy nagyjából egy blokkba kerüljenek, és mivel hogy eléggé kötetlen, nem úgy, mint az Xmonadnak a konfigurációs fájla, az ilyen behúzásokat használjunk, és akkor úgy megtalálunk mindent benne. Nagyon szépen az egér beállítását, azt mindenképp tegyétek meg, hogy a fókusz, tehát melyik legyen az aktív, az legyen az aktív, ami fölött az egérmutató van, vagy amire rákattintasz, vagy amire váltasz, ez egyértelmű, hogy a váltásokról beszélünk. A lebegő ablakok kezeléséhez a Floating Modifier, tehát a lebegő módosító gombnál add meg azt, amelyik gomb és az egérrel, vagy egyébben szeretnéd dolgozni, azt meg kell adni. Az egér kattintásával csinálunk egy lebegő ablakot, ez nagyon fontos, nem kell a billentyűzetre vinned a kezedet, hogyha az egéren van a kezed, és lebegővé szeretnél valamit tenni, mert alapesetben a billentyű kombinációkkal is tudsz lebegőt készíteni, természetesen azért VM, azaz ablakkezelői natur a billentyűvel is tud használni. Oké, de én szeretem, hogyha az egéren van a kezem, akkor azzal is működik. Azaz beírod ezt a sort, ami azt jelenti, hogyha az ablakra kattintasz, ez olyan, mint egy szöveg. Mint a szavakból összerakott szöveg. Az ablakra kattintasz, akkor a módosító, a Windows, Super, vagy akárhogy hívjuk, ezt a gombot lenyomásával, és a Shift lenyomásával a button 1, egyes gomb, tehát a balegér gomb, egyes gombnak hívják, csináljon már floatingot, legyen olyan, hogy ez egy váltó gomb. Tehát, hogyha lenyomod a módosító gombokat, és rákattintasz, és benne van a fa struktúrába, akkor kapja ki lebegővé. Ha lebegő ablakra kattintasz, akkor meg tegye vissza a fa struktúrába, és megmondjuk neki, hogy azért légy szíves, a megadott méretben mozdítsd a pozíciót középre. Logikus, nem? Szépen le van írva. Ezzel tudom megoldani azt, hogy egy egér gomb lenyomásával, illetve a módosító gombok, amiket saját magam adok meg, lenyomásával lebegővé tudjam, és nem lebegővé tudjam tenni az ablakot. Egy el-vissza játékot lehet vele tenni. A következő gondolat az ablak kezelése. Ez a billentyűre vonatkozó ablakkezelés. Itt meg tudod adni, hogy akármelyik billentyű kombináció, nálam a módosítót megadtuk az elején, hogy az a Windows gomb legyen, plusz a Shift és S, akkor mi legyen? Akkor a staked az egymásra halmozott ablakokra váltsa át az adott készletet, tehát ki vannak nyitva az ablakok, akárhogy vannak kinyitva, az adott fa struktúrába vagyunk, és ki van jelölve egy ablak, akkor megnyomom a Mode Shift S-et, akkor a halmozott, vízszintes kis füleskével ellátott beállítása válik. Hogy előtte mi volt, az teljesen mindegy. A Mode Shift T lejut, tehát a réteget legyen szíves tabet fülecskéssé tenni, és a Mode Shift plusz E, akkor a split, tehát felvágott legyen, itt a tógle beírás azt jelenti, hogyha egyszer megnyomom, akkor függőleges, ha még egyszer megnyomom, akkor legyen szíves vízszintes osztattá válni. Itt szintén a Mode L gombbal, ez az én beállítás, L lebegő, floating legyen, és bizony itt a toggle beírás, az nyilván azt jelenti, hogyha a ablak lebegő, és megnyomom a Mode L-t, akkor visszakerül a rétegbe, ha megnyomom még egyszer a Mode L-t, kikapja, tehát ilyen el-vissza, el-vissza. Ezt a parancsrészt érdemes használni, érdemes odafigyelni arra, hogy ahol van logikája, beírd, mert akkor nem kell kétféle
egyik tegye vissza a rétegbe a levegőablakot, másik pedig vegye ki a rétegből az ablakot és tegye lebegőre. Nem kell két parancsot megtanulni, hanem elég egyet. Ami nekünk nagyon fontos dolog, ez a beállítás. Egyébként le van írva az I3 oldalán, de szeretem elmondani, ez a beállítási lehetőség adja az, hogy járt körbe. Változtasd meg egymás után a beállítási lehetőségeket, a kéz ablak elrendezéseket váltogast, ezt nyomogattam, amikor egymás után váltottam az ablak elrendezési lehetőségeket. Itt pedig megmondja azt, hogy bizony, hogyha én megnyomom a mód H-t, akkor légy szíves split H módot választani, azaz a következő ablak elrendezés, következő megnyitott ablak, az adott kijelölt ablakba, hát legyen szíves horizontális vágást csinálni, és hogy visszajelzést is kapjak, egy notifi sendet küldök, tehát egy üzenetet itt láttátok, hogy oldalra rakja, illetve a split V, a másik, hogy alá rakja, vertikálisan vágja el az ablakot, és itt is lehet látni, hogy ezt a kettő darab parancsot, illetve itt mozgatom idáig, jó? Mert az exetet, ugye a notifi send legyen szíves kiírni, azt már ide nem írtam be. A következő bejegyzés nagyon jól mutatja azt, amit itt mondtam, hogy a toggle az azt jelenti, hogy ki tudunk váltani kettő parancsot. Azaz, hogyha én megnyomom a mode X-et, és split parancsot szeretnénk kiadni, ha jelen pillanatban vertikális osztatra van beállítva, tehát a következő vertikálisan legyen szíves osztani, akkor rögtön átváltja horizontálisra. Ha horizontális vágás van, vertikálisra. Ez ilyen váltó kapcsoló, és nagyon-nagyon kényelmesen ki tudsz váltani két parancsot. Egyértelmű. Én azért tettem külön a vertikális, illetve horizontális parancsot két billentyű kombinációra, hogy utána rögtön ide kírja nekem azt, hogy mód H, rögtön kírja, hogy oldalra rakja a következő, tehát oldal irányú osztatra kerül a következő ablak, hogy kiírja nekem, és akkor tudjam mindig, hogy mi és hol fog megjelenni. Persze nyilvánvalóan egy idő után az ember megjegyzi azt, hogy milyen az előző osztási módszer, vertikális vagy horizontális, akkor már a következő egyszerűbb váltóparancsot is tudja használni. Lehet látni, hogy az egész beállítás egy logikus, amúgy az i3 VM oldalán teljesen jól dokumentált, példákkal ellátott, az alapkonfiguráció, akár az alapkonfigurációt használod, tehát az i3-mal kapott konfigurációt, akár a magyarácsos kombinációkat használod, ott egy kicsit máshova rakták át, azt nem tudom megmutatni, mert én azt a módszert nem használom, ott az SXHKD-ba került át egy csomó ilyen parancs. Na a lényeg az, ott is hasonlóképpen egyszerű billentyűparancsokkal, módosítható billentyűparancsokkal, testre szabható billentyűparancsokkal tudod beállítani azt, hogy mi, hogyan és miképp jelenjen meg. Egyébként nagyon egyszerű, első körben elég ijesztőnek tűnik, de aki megijed, annak javaslok egy-két dolgot, nézze meg az X-Monad beállítási lehetőségeket, annak a konfigurációs fájlát, és utána rájön, hogy az E3 VM konfigurációja ennél egyszerűbb nem lehet, hiszen csak szövegeket kell beírni, gyakorlatilag elég kötetlenül be lehet írogatni a szövegeket, ha valami kínja, bajja, panasza jelenteni valója van, azon pillanatban ki fogja érni, ahogy újra akarod használni, tehát újraindítod az i3-at, egy billentyűparancsal, hogy beolvassa a konfigurációt, ide ki fogja írni, jó nagy piros betűkkel, hogy nekem bajom van. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó játékot kívánok. Én azt mondom, hogy tegyétek fel az i3-at, próbálgassátok ki a billentyű kombinációkat, akár az alap, akár a magyarácsos, akármelyik egyébnek a billentyű kombinációit, azon tekintetben, hogy úgy rendezzétek be az ablakokat, ahogy nektek tetszik, gondoljátok át, hogy mi kényelmes, mi jó nektek, hogy legyen egy
oldalt egy fél ablak, a másik oldalon legyen, ahogy én mutattam, két kicsi, azokat a kicsiket még jobban oszthatod, és hogyha kell, fülecskésé átteheted, tehát hogyha elfogadjátok és megértitek ezt a fa struktúrát, akkor nagyon kényelmesen tudjátok használni. Na jó, a következő részben majd folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!